Sziasztok, a Szerencsevadász vagyok! Sziasztok, én pedig Fly Feri! Keressük Magyarország legszerencsésebb települését! 87. rész, Dunakeszi! Most jön akkor Dunakeszi! Én már a múltkor ezt akartam valamiért. Bízok benne, hogy ebből lesz a szép nyerő. Úgy legyen. Panda Petitől kaptuk. És reméljük, hogy nagy nyereményt rejt. Sok nyereményt rejt, mert jótékony célra megy, Danikának megy a nyeremény, ha pedig fődíjat fogunk találni benne, akkor igazságosan elosztjuk. Szurkoljatok, nyerjünk valami szépet! Dunakeszi 2.0, pontosabban már volt egy Dunakeszi, mennyit nyertünk akkor? 2000 jött akkor. Meg kéne dönteni, mindenképpen meg kéne dönteni. A sorszámaink 042, 041 és 026. És régi sorozatból még? 023-as sorozat, tényleg, de jó. Na, hát kíváncsi leszek, hogy sikerül. Peti azt találta ki, hogy járja az országot, összeköti egy kis országjárással ezt a dolgot, és amikor valahol jár, akkor hoz nekünk 3 sorsjegyet onnan, jótékony célra, és ez nagyon tetszik ez a kis hozzáállás. Így tök jó, megismeri az országot, és sokat kirándul, ez nagyon jó dolog. Szóval, 3 darab kaszinó, 6000 forint érték, csak legyen több, mire lekaparjuk. Melyikkel kezdjünk? Hát, menjünk visszafelé, 42. Egy 42-es egyik kedvenc számom. 10 különböző játék a kaszinó sorsjegyen. És nézzük az elsőt, ahol az a cél, hogy a mi kártyánk nagyobb legyen, mint az osztóé. Hát úgy nehéz. Nehéz lesz egy kettessel kezdve. Királyt ad rá, legalább kiment a király. Kiment a kettes, és hármast ad. Szóval ezzel sem nyerhetünk, hát akkor egy hatost is kidob. Ne. Hogy a büdös francessen velé. Már jártam én. 4-5. Hát igen. Az a tapasztalat, de több ezer sors egy lekaparása után, hogy egy kártya egyszer szerepel, tehát nem lesz még egy kettes benne, azért mondtuk, hogy kiment, és ez valószínű, hogy így is van. Nézzük a következőt. Ellenpéldát még sose láttunk. 2 egyforma szimbólum kellett volna 5000-ért, de hát ez pénzköteg és húszógumi lett. Ja, olyan régi, hogy már el kell szakadni. Ugye? Rulettezni fogunk, van 3 szám, amit megteszünk. 34. 25 és 10. Az igazi rulettem, az esély, egy szám esetében 1 a 37-hez. Tehát itt 3 a 37-hez, vagyis hát minden 12 és feledik nagyjából sorsjegyen itt nyerni kéne, de nem. Tehát, hogyha jönne az, hogy ezen a játékon annyiszor azért csak nyerünk, akkor azt mondanám oké, de nem értem miért. Na jó, dehogy nem értem, hát kell a lóvé a szerencsejáték ZRT-nek. 8-as, az nem jó. 20-as. Ó, miért nem 10-es? Ja. 29. Sima és 5. Sima 5, miért nincs 2-es előtte? 3 egyforma figurás lap. Király, ász, király. Dáma, 10000 király. Csak a király. De nem jön, 10-es. Itt pedig egyformákat kell dobni, az oszlopokban aranyoszlop 6, 3, 5, 2 és 1, nem egyformán. Piros oszlop 3, 4, 6, 5 és 1-es. Szerintem ezek se egyformák. 4-es, 1-es. 3-as, 6-os és 2-es. Nehéz ezen nyerni, piszok nehéz. Nézd meg. Mondom, hogy elszakad. Megoldjuk valahogy. Na. Recseny föl teljes mértékben. És akkor... Cseresznye. Hát ez harang és bár. Cseresznye. Na, az még jó, 2000-ért. Az patkó is, bár. Vagy a bár 50-ért. 7-es. Na, akkor először megnézzük az 50.000-es nyereményt, amit nem kapunk meg, mert patkót ad. De 2000-es csak nagyobb az esély. Gyere, cseri. 7-es. Baj. Ez nem jó. Dobálózzunk akkor. Egy kicsit dobálózzunk. 5, 2 esély. 2 vagy 6. 4-et ad.
Ez 3-as, most is 4-es kell. Ott a 4-es. Ott van, yes! Nyerő sorsjegy! Jó van! És több nyerőm is lehet. Egy sorsjegyem. Nyert szóbetűit keressük, az E az jó, a V nem. Tehát ez itt már nem lesz jó. N, Y és R, csak a V az, ami hibás volt. Jön-e ász? Gyertek, ászok! Király, 9-es, dáma is. 2, 8, dáma, 5-ös és 9-es, dáma, ász, ott az ász. A második, halad, már megelőzte az előző részt. Így van. Az fix. 7-es és 9-es. 10-es játék van. 3-1 forma összeget keresünk. 15.000, 5.000 és 10.000. 5.000. Na gyere, 5.000. 15.000 is. 10.000, mindenből kettő van. Na először nézzük meg az ászt. Mennyit fizet nekünk ez a jó kis ász? 2.000 forintot. És a másik nyereményünk, még 2000 forint. Yes. Zizegünk. Lehet, hogy zébeteket keresünk? Én úgy tudom, a 4000 az az dukál. Ez mindjárt kiderül. Ott van egy darab zébetű. Meg ott a másik. Meg itt a másik zé, yes. Meg a harmadik zébetű. Szóval már is van 4000-ünk, és van még két sorsegyünk, amit nem kapartunk le. No. Akkor a mellette lévő 41-es. Vajon az is nyerő? Jó, legyen. Van olyan, simán legyen. Van olyan. Hogy ne lenne. Gyerünk! És milyen érdekes, hogy a régi sorozat is, ez nyerő volt. És nem is az alapnyereményt. 7-es, 8-as. 2-es, 5-ös. 6-os, 9-es. Sheriff és low rep. Ez könnyebben nyílt. Igen. Ez rossz jel? Reméljük, hogy nem. A 35-öt, a 3-at és a 2-t kéne kipörgetni. 33. 14. 13. Legyen már olyan, amikor nincs előtte szám, csak simán egy 3-as szingibe. Vagy egy 2-es. Vagy 22. Na, majdnem elhittem. Szemétkedett. 6-os. Király, dáma, király, gyere király, nem jön. A két pár meg nem fizet sajnos. 4-es, 6-os, 2-es, 5-ös és egy 1-es. 4, 6, na megint. 5, sorok lennének jó. 1 és 3. 2, 3, 5, 6 és 1. Nem voltak egyformák az oszlopokban. 6-os számú játék. Ez harang, bár és citrom. Szülő is 7-es. Bár bejönne. Harang és cseresznye. Csak a bár, de az 50.000-et ér. Szóval gyere bár! Nem jön. Patkó. Itt kezdtünk el az előzőnél nyerni. 4-es, gyere 3. Gyere 3, 6-osta. Itt a 3. Gyere 4. Na így volt az előbb is, nem? 3, 4, gyere. De most 5-öst ad! Hiba. Most kéne cserélgetni. 4-es kicserélni az 5-össel, és akkor mind a kettő nyerő lenne. Nem lehet. Bárcsak lehetne. Szikét. Kérek egy szikét. Köszikét. Y, T, C, R. Egy hibás betű tönkre tesz mindent. Gyere, ász. De a kamu ászt ad. 2-es, 10-es és 9-es. Király, 10-es, 9-es is. 6-os. 8-as, dáma, 10-es és király. Van még egy játék, van még itt esély. Hát még egy sorsegy. Még egy sorsegy, úgy van. 10.000, 3.000 is. 15.000, 5.000, 10.000 és 1.000.000. Hát itt lehet, hogy különböző betűk lesznek, az a hiba. Történt meg. Ott egy X.
Benne van az X, meg egy az M. Na, csillagom. Kettőből egy. És most jön a csillagozós. Na. Tényleg van valami ilyen Dunakeszi-Dunaharaszti ellentét? Na, fogalmam sincs. Ja, nem tudod? Nem hallottam volna. Csak hogy te ugye Harasztiban laksz, és akkor... Én csak bevándorló vagyok. Ja, 3-4. 9-10. Pestet egyik oldalról, másik oldalról veszik körbe. Hát jó, de Duna újváros is például, nem? Hát jó, de az messze van. Igen. Már ahhoz képest 5-ös jumbo. Ezt gondoltam, hogy így átmennek verekedni, mint... Már hogy én meg Tápió Györgyei vagyok, és ugye úgy nőttünk fel, hogy a szomszédfalukkal így, ah, menjünk át, újszívásra zárassuk be a diszkót. És akkor ez volt a hétvégi program. Beültünk mondjuk 80-90-10 a Trabantba. És akkor generáltunk egy szép nagy tömegverekedést általában. Na szóval, hát ez nem egyforma lett. Ez pénz és patkó. Ezek a régi szép idők. 30-as, 1-es és 32-es. Mennyi hülyeséget csináltam, te jó Isten. És akkor most azt mondják a gyerekeknek, hogy nem lehet mobilozni az iskolába. Hát mi sem mobiloztunk az iskolába, helyette ilyeneket csináltunk, meg ennél rosszabbakat. Te. Már elmondanám, börtönbe kerülnék ért. Tehát kb. Olyan volt. Szerintem nyugodtan mobilozzon. Azt meg összeadta. Nézd meg, összeadta a 30-as, meg az 1-est. Ez így nem jó. Da. 12 a 32 helyett. 28. 11. Megyünk tovább. 8-as, király, 7-es, király, gyere király, lehetsz király? Nem lehet király. Kamu állsz, 4-es tad. 4-es, 1, 3, 6, 2. 2, 5, 4, 1, 6. 5-ös, 2-es, 6-os. 1-es és 3-as. Találhatnám el ott egy formátot. Hát igen. Na nézd, ez nehezebben nyílt. Ez lehet, hogy jót jelent. Ragaszkodik hozzá, hogy ne kapjuk meg a nyereményt. El akarja rejteni, de meg fogjuk kapni. Ott vannak a bárok. Hú, de jó lenne. A cseresznyi. Nem, egy cseresznyi van, meg egy patkó, és van még egy 7-es, meg egy harang cseresznye. Patkó is. Gyere, bárna! Ó, helyre megy, gyere! És... harang. 4. Gyere, 3. Ajajaj, 6-os. Na még egy 6-os. 2 esély. 1-es vagy 5-ös. 5-ös még lehetett volna, de 2-es lett. Hát akkor nyert szó. Ó, egy C-vel kezd. C, Y, O, R és E. Jöhetne egy ász. Király. Vagy kettő, vagy három. Így van. 6-os dáma is. 3-os. Hát 3 már nem. 10, király, 5, 3. 2 sem jött. De egy még jöhet. 5-ös, 9-es, 10-es és 6-os. És van még egy lehetőségünk. 5000, 15000 és 4000. 6000, 6000 és 20000. Nem jó. Viszont... De 4000 azért jött, az jó. Dunakeszi kicsit előrébb lép itt a sorban 2.0-val. Meg 4000 forinttal. Meg 4000 forinttal. G, meg egy U. Hát oké. A csillagos nem jött. Az előtavuló nem jött. De van 42-es. Volt a jó 42-es. Egyszer 2000. Meg még egyszer. És az évetünk. Yes. Sose rosszabbat, de jobb jöhet. Petinek köszönjük szépen a jó szívűségét, illetve mindenkinek, aki segíti ezt az akciót. Azt kívánjuk, hogy szép nagyokat nyerjetek, legyen szerencsénk, iratkozzatok fel. Sziasztok! Sziasztok.